Készült a ház. Igen. Hogy tetszett fogadni? Nagyon öröm, nagy-nagy örömmel, mert sokkal jobb a levegőben, a lakásban. Nincs az a húzat, mert én a 10. emeleten lakom, és zárt ajtók ablaknál is nálunk húzat volt, és ezt most én nem érzem. 25 fok, ha nincs bekapcsolva sem, egy radiátor sem, mert nálam a plafon fölött megy a cső, és onnan megy le a meleg. És 25 fok van, semmi nincs bekapcsolva, és ez nagyon jó nekem. Hát ez a korosztály, ami én vagyok, ez van legtöbb, az a 77. évenben vagyok, és hát azok fogadták örömmel, mert hát sokkal jobb az, ez a jó kis meleg, mert ugye lenn a 4. emeleten és a földszinteken ott nagyon 18-16 fok. Nálam meg még van, hogy 30 is. Nagyon tetszik nekünk. Nagyon tetszik, első perctől kezdve figyeljük, mert lent kutyázunk a téren, és rögtön az első saroktól kezdve néztük, és kicsit meglepő volt, de nagyon tetszik, és modern. Sok felújítás, ellenségeskedés szül a házban. Itt történt-e ilyen? Nem tudok róla. Nem tudok róla. Maximálisan meg vagyunk elégedve. Olyan készségesek voltak, és ez fiatalok csinálták a beruházás nagyobb részét. Tökéletesen meg vagyunk velük elégedve. Volt egy-két apró hiba, amit kitalpaltunk, és utána mentünk, és kijavították minden további nélkül. Úgyhogy semmi panaszunk nincs, legalábbis részemről, meg akiket ismerek a házból. Milyen előnyeik származnak nem csak a külső, hanem a belső átalakításokból? Hát elsősorban az, hogy sokkal melegebb lett a lakás. Nem húz, nem fázik a lábunk, és egyszerűen alig kell használni a radiátort. Ez gyakorlatilag anyagi sporolás is jelent? Hogyne. Anyagi sporolás jelent. Hogy van megelégedve a külcsínje? Én abszolút meg vagyok elégedve. Eleve azt a tömb jellegét megszüntette a háznak. És olyan szellős lett az egész, akár hátulról nézzük a hegy felől, akár a tér felől. És mindenkinek, akárkivel beszélek, ismerősökkel, vagy akik csak a hídon közlekednek, nagyon tetszik mindenkinek. Voltak emberek, akik jöttek, hogy jaj, de csúnya egyiknek, jaj, de szép. Hát mi mindig mondtuk neki, hogy miért kell kritizálni, ha nem itt lakik?